Erre az alkalomra hívtuk most meg a Varió zenekart és barátait, akik itt felsoroztak már mögöttem, és várják azt, hogy kezdessék a műsorokat. Róla annyit kell tudni, hogy 2003 őszén alakultak Párkányban, tehát 15 évesek, és elsősorban felvidéki népzenét játszanak, de előadásukban hallhatóak a mai Magyarország és Erdély területéről származó dallamok is. Napjainkban több táncsoportot is kísérnek, koncertműsoraik mellett táncházakon és muzsikánnak. Aktív részesei a felvidéki és külföldi fesztiváloknak. Több alkalommal sikeresen bemutatkoztak a rádióban és a televízióban is, vendégszerepeltek Ausztriában, Csehországban, Olaszországban, Németországban, Görögországban, Törökországban, Romániában, Dániában és természetesen Magyarországon is. A Folk Európa kiadónál 2013-ban jelent meg az első jubileumi albumunk, és ha jól tudjuk, akkor most is egy újabb album megjelenését várják. De a zenekarnak vannak szőnyéri vonatkozásai is, és erről is szeretnék ejteni néhány szót, mert hogy több alkalommal mutatkoztak be már Szőnyében, és több ízben kísérték az Ibiza Néptánc Együttest, és több koreográfia zenét a Varjós játszott föl a Tánc Együttes számára. A logójukat Karacska Árpád tervezte, és nem utolsó sorban említeném meg azt, hogy iskolán pedagógusa, altistán tanítóbácsi és tagja volt, pontosabban primása volt ekkor a zenekarnak, és ma is színpadra lép a zenekarnak.